Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban indította útjára azt a pályázati rendszert, amely a kórházak gazdasági működését segíti. A fekvőbeteg ellátást végző intézmények összesen 810 pályázatot nyújtottak be a fenntartóhoz, ebből 324 részesült támogatásban. A délalföldi térségbe több mint 2 milliárd forint került, számolt be az eddigi pályázatokról az ellátóközpont főigazgató helyettese. Az egészségügyi ágazatvezetés úgy döntött, hogy egy részt elkülönít, amelyet pályázatos formában az intézményeknek lehetővé tesz, hogy olyan gazdasági hatékonyságot javító pályázati elemekkel projekteket adjanak be, amelyek a jövő újra termelődő adósságát csökkenthetik. Ez a 60 milliárdos konszolidációs összegből 15 milliárdot tett ki. A Bajai Kórház a működés javítására 85 millió forintot nyert el, amelyből korábban a régi nyílászárókat és fűtőtesteket cserélték le. Legutóbb a konyhai eszközök fejlesztésére volt szükség, mivel nem csak a bajai osztályok dolgozóinak és fekvőbetegeinek főznek itt, hanem a kalocsai intézménybe is Bajáról szállítják az ebédet. Ezt korábban bérelt autókkal oldották meg, most viszont mintegy 45 millió forintot a konyhára és az új járművekre költhettek. Mi a betegeknek minden nap hétfőtől vasárnapig reggelitől vacsoráig adunk, és ennek a fejlesztésnek a következtében most már kalocsai betegek is a déli meleg ételt azt tőlünk kapják. Ugye ez adagszám növelést hozott magával, amire fel kellett készülnünk, ez azt jelenti, hogy konyha technikailag olyan eszközöket kellett vásárolnunk, amik jobbak, modernebbek, és több, hiszen több adagot kellett főznünk. Ez dolgozói létszámbővítést is jelentett, meg hát ez a két ételszállítónak a beszerzését. Baján 600 betegre és 300 dolgozóra főznek minden nap a kórházban, míg Kalocsára 400-450 adagot szállítanak át. Az intézmény vezetése az épületek felújítását is folytatná. A legsürgetőbb jelenleg a diagnosztikai központ tető korszerűsítése és nyílászáró cseréje. Ehhez viszont még várják a megfelelő pályázati lehetőséget.